Ha a méhek kipusztulnak, mind meghalunk. Ezt sokszor lehet hallani, ami arra utal, hogy ha nem lesznek beporzók, akkor nem lesz növény, termés, ami az emberi tápláléknak a fő része. A következő gondolataim a ATV Magyarország YouTube csatornája kapcsán fogalmazottak meg, a Európeur Deutschewelle hírmagazinja 2022. október 6-ai adása, ami a méhekről szól. És az érdekesség az, hogy most lehet fura így a természetről beszélni, és itt ülök egy kamionba, ami környezetszennyező. De én is méhészkedtem, és úgyhogy elvégeztem egy tanfolyamot, meg addig is érdeklődtem a természet iránt. És nyilván az ember tisztában van vele, hogy a biodiverzitás, a faji sokszínűség az mennyire fontos. És itt ez a videó arra utal, nem néztem utána, de logikusnak tűnik, meg egész komoly videónak, hogy amikor a méhek megmentéséről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem a házi méhekre kellene gondolnunk, hanem a rengeteg más beporzó vadméhfajra, amik sokan vannak. Az ember nem is gondolná, de például nekem van egy sor levendulám, és azon látszik, hogy ahol lakom, ott is sokan méhészkednek, tehát sok házi méh jön a levendulára, meg lehet ismerni őket. Viszont van egy csomó vadméhfaj. Foszméhek is, abból is lehet látni, hogy több fajta, vannak kisebb és nagyobb termetű, ugye van az a klasszikus hüvelykúr felszméretű óriás foszméh, meg vannak kisebbek, a földi méhek, egy-két pillangófaj, akkor ilyen bogarak, ami klasszikus bogár, tehát a kemény szárnya van, azok is járnak rá néha. Aztán akinek van petúniája vagy muskántria, az napnyugta környékén általában, de lehet, hogy nappal is, de inkább napnyugtakor lehet megfigyelni, hogy akkor megy rá a kacsafarkú szender. Ez úgy néz ki, az ember csak oda néz, mintha egy kolibri lenne, és ez egy lepkefaj, egy szenderlepke, aminek az az érdekessége, hogy az orrából jön ki a nyelve, ami egy ilyen hosszú locsoló tömlőként, amikor rá van pusztulva, akkor lehet ezt meglátni. Néha találkoztam vele, amikor hát ugye nem él örökké. És akkor mind a locsoló tömlő föl van neki, de tekeredve a kantósorra neki hosszan. És azt, ha kinyújtja, az mondjuk ilyen hosszú, akár most nem sírta, nem tudom, de szerintem sacra 5 centi is lehet. És azt jelenti, hogy ott lebeg, olyan gyorsan csapkod, mint egy kolibri, ott lebeg a petúnia előtt, és bedugja a hosszú nyelvét, és kiszívja a nektár. Most erre a házi méh nem képes, mert a házi méh nyelve rövid. Azt hiszem, az csak ilyen 3 mm-es kör belül. És megvan, hogy melyik növényekhez nem fér hozzá. És olyankor jönnek képbe például a poszméhek, amelyiknek hosszabb a nyelve, meg a kacsafarkú szender. És ugye azért lényegesek, hogy ezek is megmaradjanak, mert vannak olyan növények, amik egyszerűen a házi méh nem tudja beporozni. Csak a vadméhek. És itt jön be az, hogy ez egy ilyen új hullámos őrületnek tűnik, hogy a Rovar Hotel, Méhecske Hotel. Ugye egy normál falusi környezetben az alapból vannak olyan búvóhelyek, olyan anyagok, ahol ők tudnak fészkelni. Ugye vannak a földi méhfajok is, de ezek a vadméhek, úgymond a Méhecske Hotel, az pedig azt jelenti, hogy lehet venni is, meg csinálni, mondjuk nád, különböző fenyődobozók, tégla, ugye téglarepedésbe is, vagy a tégla, a lyukas téglába is bele tud fészkelni. Ők keresik az ilyen lyukas helyeket, és azt általában sárral kitapasztják az egyik végét, hogyha teljesen lyukas cső, hogy belehordanak szerintem virágport, meg gondolom akkor nektárt is, és mézet készítenek, nem tudom, mert nem bántom őket, nem szedem szét, és oda tolják a petéket, de hát az egy kicsike hely, szóval ők teljesen másképp szaporodnak, ők nem egy ilyen nagy kaptárszerűen, hanem magányosan élnek, szerintem. De az a lényeg, hogy én is csináltam ilyet, meg iskolákban is egyre elterjedtebb, hogy a gyerekek ilyennel foglalkoznak. Most még csak kísérletképpen, nekem bambuszom van, nem a nád, hanem a rendes bambusz szára, hosszú 6 méteresre is megnő, és azt elfűrészeltem, és annak egy ilyen kis ceruzányi lyuk van a közepébe. És azt tettem föl fedett száraz helyre, a garázs eresz alá, egy ilyen kötekbe összefogtam, egy régi eresz csatorna darabba dugdostam be, hasznosan. És abba beköltöztek, és simán a nyár folyamán figyeltem, ahogy a járnak oda, tapasztják be, és akkor be van tapasztva az összesnek a véges árral. Tehát azt jelenti, hogy teljesen belopták. Most ezt fogom még
jövőre megcsinálni nagyobbba, hogy még többnek legyen hely. És az unokahúgim is, tulajim is csináltak ilyet, hogy gyerekek is látják ebbe az érdekességet. És reméljük, hogy egyre többen kezd eljut ez a gondolat, hogy nem csak a házi méhek vannak a világon, hanem más vadméhek is. Amit még mondani akartam, nyilván én sem így születtem, hogy ezeket magamtól tudom, hanem én is közben érdekel is a téma, meg utána is nézek, meg ami logikusnak tűnik. Például amikor traktoroztam, gazdálkodtam én is, a kaszáló téma. Hogy azt gondoltam, hogy a kaszáló, ami egy erdő szélén volt, alul szántó, fölül erdő, közötte kaszáló, és abból ugye széna lett, ami teheneknek lett régebben, utána meg el lett ott, akkor is tehenekedték meg, csak más tenei. És hogy teljesen lekaszáltam mindig, mert hogy szép legyen és ne nőjön rajta bozót. Viszont ez nagyon nem jó az élővilágnak, és úgy kellene, amit a végén már csináltam is, hogy középen, pláne ahol ilyen meredekebb is volt, meg ott volt egy róklajú, akkor azt a középső részt nem kaszáltam le, és azt meghagytam. És úgymond az olyan ránézésre ronda kórós maradt, de ott tudott a vadvirág megnőni rendesen, és beérlelni a magját, szaporodni, meg a mondjuk szöcskék, bogarak, ugye olyan kaszál az ember körbe-körbe egyre szükülő részen, ugye kifele kellene, utána ugye tanultuk az aranykalászos tanfolyamon is, hogy kifele kellene kaszálni, bemenni középre és ugye egyre kifele, és akkor ugye a mi élővilág van, békák, fácánok, kisőzik-e lehetben, az mindig menekül a nyílt terep felől, tehát ahol le van kaszálva, nem oda fog kiugrani, hanem menekül tovább a nagyfűbe. És hogyha kifele kaszálok, akkor mindig egyre jobban a nagyfűben marad, és akkor átmegy a szomszéd parcellára, ami most éppen nincs bolygatva. Ha meg befele haladok, akkor mindig belsűrűsödik középre, és tényleg ez rémlik is, hogy amikor májusi kaszáláskor, akkor vannak kisfácánok, akkor az volt, hogy ők beszorultak oda középre, és az utolsó 2-3 renden akkor ugrottak csak ki a nyílt terepre. Szóval, hogy azt se szabadna úgy, hogy mindent arra vágni. Csak ugye az a szemnek szép, meg hogy az ember ne szólják meg, meg hogy ne bozultosodjon el, de végül is az nem nagy haszonkiesés, hogyha én most azt a 3 rendet ott rajthagyom, annyival nem nagyon lesz sok látványosan kevesebb széna. Következő évben meg ott vágom le és mellette hagyom meg, és akkor nem is történik. Már hogyha meghagynám mindig, akkor ugye az történik, hogy ott ki kell egy kis kökénybokor is, meg vadcseresznyefa, és fölnő ott egy erdő, hogyha nincs sose lekaszálva. Előbb-utóbb az visszanövi az erdő. És ugye arra meg nincs állami támogatás akkor, ami a mezőgazdaságnak az alapja, hogy az állam adja rá a pénzt, sokan csak azért gazdálkodnak, hogy le kell kaszálni egy évben egyszer mondjuk, és akkor kap, hogy nem tudom, hogy most hogy van, mert már nem gazdálkodok, de régen az volt, hogy az a feltétel, hogy egy évben egyszer le legyen kaszálva, legalább nem is kell, hogy szántó legyen, és akkor már megy rá az állami támogatás. Na, de elkanyarodtam a méhektől. Szóval mindenkit biztatok arra, hogy csinálja a méhecske hotelt, rovar hotelt a házába. Ennek nem kell falu lenni, akár egy városi járkére is lehet, ahol vannak virágok mondjuk, és járnak arra méhek. És akkor ha találok magának búvóhelyet, ami megfelelő neki, akkor megöltözik szépen. Esetleg gondolom én. De falun meg mindenképpen.